Közvilágítás kialakítás, járdaépítés, üzemcsarnok bővítés és utak létrehozása is szerepel a pályázati anyagban. Ácsázsó polgármester arra számít, hogy a most közel 500 embert foglalkoztató park a fejlesztések után további munkahelyek kialakítását eredményezi. Jelenleg 6000 négyzetméter csarnokot használunk az ipari park területén, ez a volt honvédségi lőtérben vagy raktárbázis. Egy része lebontásra kerül, és 4400 négyzetméternyi területtel 4 új csarnokot építünk fel, illetve a fennmaradó épületeket pedig felújítjuk szintén 4000 négyzetméter, tehát 8400 négyzetméter olyan ingatlan lesz, ahova majd akár új vállalkozás, újonnan alapuló vállalkozásokat, akár már működő vállalkozásokat fogunk behozni. Elsősorban a termelőszektor bevonása a cél, mondja a polgármester. Munkaerőinséges helyzetben magasan automatizált, nagyobb hozzáadott értékkel bíró vállalkozások települjenek be. Mi a Modern Városok program keretében egy 100 hektáros ipari parkra is kértünk lehetőséget, és meg is kaptuk a kormánytól. Itt a területek megvásárlása jól is megtörtént, és hamarosan elindul ennek a résznek a fejlesztése is. Ez a Tolnatáj melletti területet jelenti. A feltáró út kiépítése történik meg először, és utána pedig a szükséges kapcsolódó infrastruktúra, víz, szennyvíz, gáz, elektromos hálózatnak kialakítása valósul meg. Tehát összességében hamarosan mintegy 100 hektárnyi olyan ipari parkja lesz a városnak, amely várja a betelepülőket és a befektetőket. A paksi bővítés is hatással lehet a fejlesztésre, mondja Ács Dezső. Emellett a helyben működő vállalkozások is jelezték, további területek kihasználását tervezik.